Drága barátaim, tehát továbbra is Baba Basra traktátus, 97-es lap, és a borral folytatjuk. Oké. Ugye ott fejeztük be most legutóbb, hogy meddig kell még a borra mondandó áldást mondani. Ugye különböző ételekre különböző mondásokat, áldásokat mondunk. Egy specifikus étel típusra, mint mondjuk a fagyümölcse, a földgyümölcse, a kenyér, a tésztaféle, ezekre speciális áldások vannak. Egy általános dologra pedig a Sehakol Niabit Varai, aki szavával mindent teremtett végződésű áldást mondjuk. A bor az egy különleges étel, és ezért a borra azt az áldást mondjuk, Boire Priya Gofe, aki megteremtette a szőlő gyümölcsét. De mivel akkor, hogyha fröccsöt iszom? Akkor mennyi felvizezés után mondjuk azt, hogy az már nem bor, az már valami általános, mint az már víz. Oké, erre azt mondta Rave, hogy egy a háromhoz. 25%. Tehát egy adagnyi, egy egységnyi bor, három egységnyi víz, az még bor. Ha ennél kevesebb, akkor az már nem bor. Hogy merült ez föl? Fölmerült például a seprű kapcsán, hogy a bor seprűjébe beleöntök vizet, ha beleöntöttem három egységnyi vizet, és kijött négy egységnyi víz, az azt jelenti, hogy bor keveredett bele, tehát volt még a seprűben annyi bor, akkor az azt jelenti, hogy Boire Priya Gofe, tehát a borra mondandó áldást mondom. Ha belekevertem, beleöntöttem a seprűbe vizet, három egységnyi vizet, és három egységnyi víz jött ki, akkor az csak víz. Lehet, hogy egy kis szint kapott, de igazából az csak víz. Akkor mit kell mondanom rá? Sehakolni, amit van? Köszönöm, Mária, seprő, nem seprű. Akkor sehakolni, amit van, az általános áldást kell mondanom. Aztán azt mondtuk, hogy ha beöntöttem három egységnyi vizet a seprőbe, és kijött három és fél egységnyi víz, na, itt már vita van, a bölcsek és mások között. A bölcsek azt mondják, hogy hát ez nem elég, hát az minimális bor volt csak már a seprőben, tehát akkor az nem bor, hanem se hákolni a bizvaré. Általános áldást kell mondanom. Mások azt mondják, hogy de, az még mindig bajépság van. Azt mondja, hogy Talmud, most erről a dolgról fogunk megnézni, akkor valóban itt vita van? Tehát amikor az áldásról beszélek, hogyha pont annyit öntött bele, amennyi kijött, oké, értem, hogy akkor az se hákolóba, semmilyen bor nincsen, az csak víz. De hogyha több jött ki belőle, mint amit beleöntött, tehát beleöntöttem három egységnyi vizet a seprőbe, és kijött három és fél egységnyi víz, akkor tényleg vita lenne arról, hogy arra Boire Priya Gofent áldást mondunk, a borra mondandó áldást mondjuk. Jöjszemik, de mi dasz, hogy mi pliki? Tényleg ebben az esetben is vita van? Hatnán tanultuk egy brájtában, nem az áldás kapcsán, a Boire Priya Gofen áldás, vagy Sehakol áldás kapcsán, hanem a tizedelés kapcsán. Mit kell tizedelni? Termést. A termést azt lehet, a szőlőt is lehet tizedelni, meg a bort is. És itt ennek kapcsán a Bright arról beszél megint csak, hogy meddig számít a bor bornak, mennyi vizezés után az már nem bor. És volt abban az időben egy ilyen szörp, amit úgy hívtak, hogy matmed, ami egy ilyen borszörp. És a kérdés az volt, hogy ez a borszörp, ez most víz, vagy bor? Kell-e tizedelni, vagy sem? És a Brájta azt mondta, ha számmedben azt mondja, mind a macak idejében, de azt mondja, patur. Rabbi Huda, mert átkán löpligi, Rabbi Huda, mert hájev. Azt mondta a Brájta, hogyha nagyon hasonlóan az előbbihez, ahol az áldásról volt szó, itt most a tizedelésről van szó, ha csinálsz ilyen matmed szörpöt, és, vagy temet szörpöt, nem tudom, ilyen, lehet, hogy matmet, lehet, hogy temet, mindegy, mondjuk csinálsz egy ilyen matmet szörpöt, beleöntesz vizet a seprőbe,
és ugyanannyi víz jön ki, mint amennyit beleöntöttél, akkor biztos, hogy azt nem kell tizedelni, mert az nem bor, az víz. Rabbi Huda azt mondja, hogy de, kell tizedelni. Na most mit látok ebből? Hogy itt a vita arról szól, amikor elszíneződött a víz, de ugyanannyi víz van, mint amennyit beleöntötte. És mégis vita van, hogy akkor kell-e tizedelni, vagy sem, hogy bornak számít-e, vagy sem. De, ávadó, jaj, iszemig, de mind azt, hogy lajp ligi. De hogyha ez több lenne, tehát több jönne ki belőle, mint amit beöntöttem, akkor feltétlenül mindenki egyetért, hogy kell tizedelni. Ha pedig így van, akkor mindenki egyetért, hogy kell áldást is mondani, mármint a borra való áldást mondani. Azt mondja, a Talmud nem lenne. Hú, a dinda filu bi jöjjszö, mik demid asszö pligi. Ha de kamim pligi bi demid asszö, lej diáha kajhid rebi oda. Valójában, ha több jön ki belőle, mint amennyit belöntöttél, ott is vita lenne a Júda és a bölcsek között, hogy kell-e tizedelni, vagy sem. És ezért ugyanígy vita van, hogy akkor most az Bajre Priya Gaffel áldás, a borra mondandó áldást, vagy sima sehákol áldás. Mi az oka annak, hogy akkor nem erről beszélt a Misna, hanem arról, amikor ugyanannyi jött ki, mint ami belement? Szóval az, hogy meg akarta mutatni a Misna, hogy Rabbi Huda milyen szélsőségesen képviselje a véleményét, hogy még ha ugyanannyi vizet is jött ki belőle, mint annyit beletöltöttem, még mindig kell tizedet hozni. Oké. Okay. Bár is legyen, akkor mit látunk, hogy ha visszatérve az áldásra, mert most ezt a témát zártuk le, ha egynegyed, háromnegyed az arány, akkor mindenki egyetért, hogy az bor. Hogyha ha nincs benne csak szín, akkor mindenki úgy tűnik, többé-kevésbé egyetért, hogy az áldás szempontjából az víz. Ha kicsit több van, de még nem éri el az egynegyed, háromnegyed arányt, akkor vita, hogy akkor kell rá borra mondandó áldást mondani, vagy sima sehákol áldást mondom. Oké. Hasonló téma, de egy kicsit új felütéssel. Baminerab nachmamera yitzchak merab chiyab ravi in shmarim shesh bem tam yain. Mau. Egyszer megkérdezte Rav Nachman ben Yitzchak. A seprő, aminek bor íze van, az minek számít? Azt hiszem, hogy itt is arról van szó, hogy nem tudom, hogy magáról a seprőről van szó, vagy a seprőbe áztatott vízről. És mindenki azt kérdezi, ha bor íze van, és gondolom, hogy arról beszél, hogy lehet, hogy nem éri el az egynegyed, háromnegyedet, de mégis az íze az bor íz. Akkor mi van? Akkor kell borra mondandó áldást mondani? Én azt mondja, hogy nem. Misza várta hamrahu, azt gondolja, hogy az bor? Ez nem bor, ki hújhabba álmahú, az csak egy ízesítés. Ez magyarul, ha valamit ízesítek valamivel, az nem válik azzá. Tegyük fel, hogy én szőlő ízű fagylaltot eszek. Az egy ízesítés, az nem, nincs benne annyi, de magyarul azt akart ezzel mondani, hogy nem az íz határozza meg az áldásnak a mi voltát, hanem a szubstancia, ami benne van. Érdekes. Különösen manapság érdekes, amikor az ízesítés egy sokkal jellegzetesebb dolog. Tehát, hogyha eszel egy szőlőízű fagyit, akkor lehet, hogy egyáltalán nincs szőlő a mai ízesítésekkel, ugye? Meg hát ugye, amiknek erősebb íze van, mondjuk a hagyma. Ugye a hagymára milyen áldást mondunk? A földgyümölcse. Most a hagyma íze, vagy menjünk egy fűszernövényt. Ugye, egy fűszer növényt, ha megeszek, tudom én, torma, vagy petrezselyem, vagy nem tudom, arra milyen áldást mondok, a föld gyümölcse. De hogyha azzal ízesítek, és az ízét átveszi a hús, attól nem fogok rá föld gyümölcse áldást mondani, mert az ízesítés az önmagában nem jelenti azt, hogy az a dolog. Ugye, miért volt fontos ezt mondani? Mert eddig úgy tűnt, mintha az, hogy a seprőt átmoson vízzel, és akkor mennyi benne a bor abban a vízben, mennyi a víz,
Mint hogyha úgy tűnt volna, hogy az ízén múlik. De azt mondja, nem az ízén múlik, azon múlik, hogy mennyi benne a szubstancia. Menjünk tovább. De a traubi szódában szerintem nem azért nem lehet inni, mert ízesítés, hanem azért, mert szőlőlé van benne. És akkor az bornak számít. És a bornál ugye speciális kóstersági előírások vannak, más italoknál nem. Tanrabban a smarim sel truma rissany sejni asszus lisi muta. Oké, most megint erről a átmosott sepről lesz szó, ugye, de más szempontokból. Ugye van a truma. A trumát azt a kohanitáknak kell adni, és csak a kohanita fogyasztatja. Mi van akkor, ha van trumaféle seprőm, és én átmosom vízzel? Azt a vízet meg szabad innom, ha nem vagyok kohén, vagy nem? Azt mondja a Brájta, az első átmosást, a második átmosást tilos, a harmadikat már lehet. De miért ápslisiben a hiszen támra? Miért azt mondja, ne. A harmadikat sem szabad, hogyha még van boríze. Megyünk tovább. Sem Meiser Rishon Asur Sheini Mutar. Ha nem trumáról van szó, hanem Meiserről. Ugye Meiser az egy enyhébb tilalom, azt a léviták kapják meg. Ott az elsőnél, az első átmosásnál tilos, a másodiknál már szabad. De miért azt mondja itt is? Nem, a másodiknál is tilos, ha még van íze. Ha még az íz benne van. Most olyan legszigorúbb, selhegdes, Shlishi Asur Vimutar. A hegdes a szentélynek fölajánlott seprő. Fölajánlottam, hogy hordó bort a szentélynek, akkor maradt seprő. Most átmosom vízzel, azt a vizet szabad-e fogyasztanom, vagy sem. Ugye a szentélynek felajánlott dolgot tilos profán célra fogyasztani. Ó, akkor ez annyira szigorú, hogy még a harmadik átmosás sem szabad fogyasztani, a negyediket már lehet. De mi mely? Én, mert ábbeli vénei szentámra. Miért? Itt is szigorúbb, és azt mondja, hogy még a negyedik átmosást is tilos fogyasztanom, hogyha még van benne íz. Ha a bor íze az érezhető benne. Oké, okay, akkor mindenesetben mit látok? Hogy a tizednél, a lévitáknak járó tizednél az első átmosás tilos. A második már szabad. A hegdesnél, a szentélynek felajánlottnál a harmadik átmosás tilos, a negyedik szabad. A probléma az az, hogy van egy másik brájt, amelyik nem egyezik ezzel. Ugye minnusel hegdes leajlom asszor, és a májszer leajlom mutar. Ez a brájt azt mondja, hogy a szentélynek felajánlottnál ahányszor átmosod, az még mindig tilos lesz, örökre. A tizednél pedig azonnal megengedett. Tehát az első átmosás is megengedett a folyasztásra. Kássé hegdes, hegdes, kássé a májszere, májszere. Itt van egy ellentmondás a két brájta között. Mind a tized tekintetében, mind a hegdes, a szentének felajánlott tekintetében. Mi lesz erre a válasz? Lőkása kámbe dusos a guf, kámbe dusos damim, májszere májszere, nem lőkása kámbe májszere, vádai kámbe májszere máj. Mi a válasz? Azt mondja, egyrészt, amikor a szentéről van szó. Az egyik azt mondta, hogy az örökre tilos. A másik azt mondta, hogy csak a harmadik másik tilos. Mi a különbség? Kétféle szentének felajánlott dolog van. Van olyan szentének felajánlott dolog, ami egy vagyoni felajánlás. Fölajánlom a földem. Ugye akkor az egy vagyoni felajánlás a szentély kincstárának. Szevasz. És van egy olyan felajánlás, ami az oltárra való felajánlás. Tehát ami az oltárra fog kerülni, a bort, azt öntöttek az oltárra. Tehát akkor, ha az oltárra való felajánlásról van szó, az egy szigorúbb szentség, és ezért az örökre tilos lesz, a matyákra való felajánlás, a vagyoni felajánlás arra vonatkozik az, hogy a negyedik átmosás már megengedett. Mi a helyzet a tizeddel? A tizednél az egyik, amikor azt mondta, hogy az első átmosás még tilos, az a valódi tizedről szólt. A másik, amikor azt mondja, hogy rögtön megengedett, az pedig a máj tizedről. Ugye a tizedről, amikor nem tudom, hogy valamiből hoztak-e már tizedet, vagy sem, és a biztonság kedvéért hoztam tizedet. Akkor ez nem egy annyira szigorú, ez nem egy valós tized. Megyünk tovább. Amára psi jöjjön, ami sumre psi menni a hazdak. Derek somsor nyinyen is szó, inkább hamul lényenek se iran. Oké. Eddig miről volt szó? Hogy a bort, eddig két témát néztük. Meddig számít a bor bornak az áldásmondás szempontjából? Tehát meddig mondok rá még borra való áldást? És mikor kezdek rá sehákkal fél áldást mondani? A következő téma az volt, hogy
meddig számít a bor bornak, a truma, a mászer, a hegdes, tehát különböző ilyen szentségek szempontjából, amit profán ember nem fogyaszthat. És most a harmadik dolog az echseiran. Echseiran az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van egy speciális szabály a tisztátalanság kapcsán, hogy étel, amit víz ér, leöntök, vagy megmosok valamit vízzel, utána, ha tisztátalan kézzel megfogom, vagy valami tisztátalan dolog hozzáér, akkor azt tisztátalanná válik. De csak azután, hogy már víz érte azt a dolgot. Hechser. Ugyanaz a szó hechser, mint amit a kósersági pecsétre használnak. Mert ez mit jelent? Az előkészítés. Tehát ha valamit előkészít, oké. Okay. Most vannak folyadékok, amik előkészítenek a tisztátalanságra. Például ilyen a bor. Ha bor éri a dolgot, akkor is az már elő van készítve a tisztátalanság. Azt mondta Rabbi Yochanan, Rabbi Simon ben Jadzak nevében, ugyanazok a szabályok, amik a tilalmakra vonatkoznak, tehát, hogy az első átmosás, második átmosás, azok, amikor megengedett a truma, amikor megengedett a májszer, ugyanezek a szabályok vonatkoznak a tisztátalanságra való előkészítésre is. Azt mondta, hogy nem értem, miről beszélsz? Sérjön, de máj. Hol van ennek relevanciája? Ide májach suri mikseli. Ide hamrach suri mikseli. Ha vízről van szó, az is jó. Ha borról van szó, az is jó. Ugye vannak folyadékok, amik előkészítenek a tisztátalanságra. De mind a bor, mind a víz benne van ezek között. Akkor kit érdekel, hogy most a seprőben átmosott víz az bor vagy víz? Mindenképp működik az előkészítés a tisztátalanságra. Világos a kérdés? Azt mondja, a Talmud lejt szriha, se tamdube még sami. Szóval nem. Miért? Van egy speciális szabály a vízzel kapcsolatban. A víznél azt mondjuk, hogyha valami ételt víz ér, utána valami tisztátalan megérinti, akkor az tisztátalanná válik. De ez mikor igaz? Hogyha én tudatosan ráöntöm a vizet, oda megyek a csaphoz, megmosom vízben. Ha eső esik rá, akkor nem. Ha csak nem volt tudatos, hogy szerettem volna, hogy az eső megmossa. Oké? Okay? Ha eső esik rá, magától ráesik az eső, akkor az nem jelent semmi. Ez az oka annak, hogy a termésre folyamatosan esik az eső, mégse válik előkészítetté a tisztátalanságra. Akkor itt is erről van szó, kim volt a hordó seprő? Beleesett az eső? Akkor ha ez bor, akkor az előkészít a tisztátalanságra, ha ez hozzáér, ha ezzel utána megmosok valamit, az... Ha ez víz, akkor nem. Mert azt mondja, a Talmud, várjunk csak, de nem értem. Ki van, de sakjöv, ramilejú, le mana, achsevejú. De várjál, de hogyha egyszer, ha egyszer ezt már beleraktam, kicsit előre szaladtam, mert most még ott tart, hogy ha meg megmostam, akkor az már, ha már beletettem a vizet, akkor az már egy tudatos volt. Erre azt mondja, nem. A válasz erre az és a tamdu még samim, hogy eső esett rá. De kivendek a sakiv, ramileu, le mana, achseveu. Szerintem, várj csak, nem értem. Akkor most mit mondasz? Eső esett rá, és ez nem volt az akaratom szerint, ezért nem, ha ez víz, akkor nem készít elő a tisztátalanságra. Ha ez bor, akkor előkészít. Várjunk, de most arról van szó, hogy átmostam egyszer, kétszer, háromszor, akkor a második átmosásnál biztos tudatos volt, akartam, hogy ássan az eső, hiszen elvettem, akkor az azt jelenti, hogy azt én nekem akartam. Szerintem amúgy nem. Amúgy a pobe baros és sajszon is, arról a speciális helyzetről van szó. Kim volt a hordó? Benne volt a seprő. Ráesett a víz, és én nem tudatosan én vettem ki a vizet, hanem oda jött egy tehén, és megitta a vizet. És ráesett másodszor is a víz. És akkor ez minek számít? Oké, megyünk tovább. Ugyanilyen a témában. A kérdés az lesz, hogy milyen borra lehet mondani kidust. Kidust, hogy ezzel köszöntjük a sábeszt. Eddig volt akkor már szó a borról áldás szempontjából, volt szó a borról a truma, a májszer, stb. Szempontjából, volt szó a borról az előkészítés szempontjából. Most van a kidus, mire lehet mondani kidust? Amaráv zutrabár tuvja, amaráv én nem minni kidusai jaim,
Elala jajn rojnei naszek al gábe mizbeach. Rav Zutra mondott egy alapelvet. Milyen borra lehet mondani kidusáldást? Arra a borra, ami alkalmas lett volna arra, ha lenne szentély, hogy az oltárra ráöntsék. Ugye minden áldozat mellé öntöttek bort. Ami a ráöntésre alkalmas, az alkalmas a kidusra is. De mutémáj. Oké, mi az akkor, amit ezzel ki akar zárni a halmazból? Mi az, amire gondolsz, amire azt mondod, hogy ez nem volt alkalmas a ráöntésre, akkor a kidusra se alkalmaz. Illem a jaj meg itaj, például esetleg a must. Mert a must az nem volt alkalmas a szentélyben az oltára öntésre. Akkor azt akarod mondani, hogy a must nem alkalmas a kidusra? Tehát a szöllőlé, magyarul? Hata annyira pchia, jaj meg itaj, la javi, im hívi, kase. Nem ezt mondta nem ezt mondta Reb Chia. Reb Chia egyszer azt nyilatkozta, hogy bár igaz, hogy az öntésnél eredendően a priori jobb bort használni, de ha valaki, és nem mustot, de valaki mégis mustot használt, akkor az elfogadható. Akkor ezek nem erre gondoltál, akkor kidust is lehet belőle csinálni. Sőt, de annan a fülülekat hilanámi kidust eleve lehet szőlőlére csinálni. De amara a széket adom eskönslen novimben, imen alap kidus. Jaj! Rav egyszer azt mondta, hogy az ember foghat egy szőlőt a kezében. Kinyomhatja, és csinálhat arra a lére kidust. Minden, ami a szőlőből jön, az kidus szempontjából bor. Eleve még az oltár szempontjából is. Csak lehet hila, a priori mondtuk, hogy jobb bort használni, és nem mustot. De ha mustot használtál, az elfogadható. Kidus szempontjából eleve lehet használni mustot, szőlőnét. Akkor nem erről van szó. Akkor miről van szó? Ella le miutemi pia, umisho lea. Akkor esetleg arra gondolsz, ami a borna, a hordóban, a tetején van a hordónak, vagy a legalján. Gondolom, hogy a tetején nagyon híg, a legalján meg nagyon közel van a seprőhöz. És akkor túl sok seprő van benne, az már nem bor. És ez nem alkalmas a ráöntésre, akkor ez nem alkalmas a kidusra sem? Ez se lehet. Mert erre is azt mondta Reb Chia, hogy ugyan nem alkalmas a priori a ráöntésre. Hát Chila, de ha már ezt hoztad, akkor elfogadható az oltáron. Tehát akkor a kidusra is elfogadható. Akkor nem erre gondoltunk. Akkor mire? Elele múte jáin kusi, vajreg, hilisztain, sel mártev, sel cimukim. Oké, akkor tudod, miről van szó? A következőkről. A fekete borról, nem tudom, hogy az mi, a fehér borról, a Hillestein. Hillestein az ilyen nagyon édes bor, aminek nincsen nagy alkoholtartalma. Tehát fekete bor, fehér bor, olyan valami nagyon édes bor, aminek nincsen erős, ami nem erős, és gondolom pezsgő, vagy valami ilyesmi, és a Shel Martev az a még megbontatlan boros pince, ahol még nem néztük meg, hogy az a bor, az valóban bor-e, és nem vált-e már félig ecetté. És végezetül pedig cimukim. Mazsola. A mazsola bor. És akkor öt dolgot soroltunk föl, amik alkalmatlanok az oltára öntésnek, mert az a legjobb bor. Akkor a fehér bor, a fekete bor, a pezsgő, az ecetesedett bor, és a mazsola bor. És ezek nem alkalmasak a szentélyre, akkor lehet, hogy a kidusra sem, és talán erre gondoltál. A hatány, ami különlő javi, mi hívik, kasse? Szerintem nem. Az előbb rosszul mondtam,
nem az ecetes borról van szó, hanem van szó, amikor nem vagyok benne biztos, hogy milyen az, hogy már ecetese vagy sem, mert nem kóstoltuk meg. Hogy abból a hordóból még egyáltalán kóstoltuk. Oké. Okay. Azt mondtam, hogy ez se lehet. Miért? Mert bár igazad van, az oltára nem szabad ezeket tenni, de ez is csak lehet chila, megint csak a priori nem szabad tenni. De ha már tettél, akkor az elfogadható. Akkor a kidusnál is elfogadható. Azt mondja, a Mária Tána vörösbort hívták feketeek. Biztos, hogy nem. Mert a vörösbor, ahogy már mindjárt tanuljuk, az a legjobb. Tehát nem tudom, ez a fekete bor. Ela, lemi utte jáin koiszesz mozzuk, megulla, vesel smarim, vesel éjhajrá. Azt mondja, oké. Okay. Akkor nem ezekről van szó. Tudod, miről van szó? A következőkről. Jáin koszkoszusz. Most van szó itt az ecetes borról. Tehát már ilyen, vagy a szaga, vagy az íze, már kezd ilyen ecetesedni. Mozuk, a felöntött bor. Ugye többször volt erről szó. Tehát régen a bort úgy fogyasztották, hogy amikor a pohárba került a bor, akkor mindig fröccsöt ittak. Nem bort önmagában, hanem felöntötték vízzel. A normál fogyasztásnál. Miért? Erről beszéltünk tegnap, mert a bornak főleg fertőtlenítő funkciója volt. Vizet nem lehetett inni önmagában, mert az fertőzött volt mindig, nem volt olyan jó mint a magyar vízművek, hogy ha van egy árvíz, akkor megtisztítjuk. Akkor mivel lehet megtisztítani? Alkohollal. De az már nem egy igazi bor, az fröccs. Jaj meg gula, az a bor, amit kint hagytak éjszaka fedél nélkül. Nem szabad egy folyadékot fedél nélkül hagyni éjszaka. De lehet, hogy jön egy rovar, vagy egy kígyó, és belerak valami mérget, és az veszélyes. És végül pedig se smarim, az a seprőbor. Seprőbor az az, amikor a seprőt fölöntöm vízzel. Tehát egy borszörp tulajdonképpen. És az ötödik dolog, se réhely rá, az a bor, aminek rossz a szaga. Oké? Okay? Akkor ez az öt, amiről azt megint csak tilos az oltára önteni, akkor ezekre tilos kidust csinálni. Azt mondja, de tánja, be kulan le javi, vi, mi, passzú. És ezekről tényleg azt tanultuk az oltár tekintetében, hogy tilos az oltáron használni, és ha mégis használtad, akkor is érvénytelen. Eddig mindig, amit mondtunk, az oltára tilos használni, ha mégis használtad, akkor jó. De ezek nem jó. Oké. Okay. Ezek közül melyikre gondolhatott, amikor azt mondta, hogy nem lehet rá kidust csinálni? Máj. Illemutek szuszkoiszesz pluxrebékhelem is jobban lévi? Esetleg a félig ecetes borra? Nem lehet, hogy arra gondolt, mert arról már tegnap tanultuk, hogy az egy vita. De bjöjjjön is jobban lévi között, hogy milyen áldást kell rá mondani. Van, aki azt mondja, hogy a borra mondandó áldás, van, aki azt mondja, hogy a sákol áldás. Aki azt mondja, hogy a borra mondandó áldás, biztos azt mondja, hogy kidust is lehet rá csinálni. Akkor nem erről van szó. Ez nem egy konszenzus, hogy nem lehet. Illemute muzik, mozuk, a luja alie. Akkor esetleg a felöntött bor, tehát a fröccs, azt nem lehet az oltára önteni, és nem is lehet rá kidust csinálni? Az sem. Miért? Mert az a lehető legjobb, amire kidust lehet csinálni. Miért? De amara, hogy észre bárom, hogy nem majdim, ha hamilá, mi az, hogy könyvsebb raha, és én valakim, acsítan szöjhömány. Olyannyira így van, hogy a bölcsek egyetértenek valahol, hogy észre bárom, hogy kidust csinálni, addig ne is csináljon az ember, amíg nem önti föl a bort. Összesen nem, ezt nem teljesen értem a mai szemszögből, erről már beszéltünk tegnap, hogy miért kell, mert ma nem öntjük fel a bort. Sőt, egy kérdés, hogy bizonyos boroknál, amiknél nagyon kicsi az alkoholtartalom, egyáltalán fölöntöm, akkor arra lehet-e kidust csinálni. Oké, nem is, ez egy másik kérdés. Oké, tehát akkor ez biztos, hogy ez sem. Akkor esetleg illemi utemi gula. Esetleg a nyitott bor, tehát az, ami nem volt betakarva éjszaka, és méreg került bele? Az se lehet, mert az meg biztos, hogy azért nem lehet rá kidust csinálni, nem azért, mert nem mehet az oltára, hanem azért, mert ez veszélyes. És nem szabad magát veszélybe hozni. Illim utes mari. Akkor esetleg marad egészséged, marad a seprő. A seprő, felöntött seprő, bor, szörp. A várjunk csak, akkor héjhidom, mit jelent a felöntött? Ha ez úgy van felöntve, ahogy tegnap tanultuk, hogy beleöntöttél a három egységnél vizet, és kijött belőle a négy egység, akkor az bor. Senki nem vitatja, hogy az bor. Illemi utei
Idrámat lasszavaszat lasszó pálga, plusz rabban nem váhénim. Ha pedig arról van szó, hogy beöntöttél 3 egységnyi vizet, és kijött 3,5 egységnyi, arról is tanultuk tegnap, hogy ez egy vita a bölcsek és mások között. Ellen mutas a réhelyre, akkor nem is erről van szó. Akkor miről van szó? A rossz szagú borról. Ugye volt 5 féle bor, amire azt mondtuk, hogy nem lehet az oltára használni, és ha használtam, utólag is azt mondom, hogy ez érvénytelen. A félig ecetes bor, a felöntött bor, a nyitott bor, a seprőbor és a rossz szagú bor. Most az első négyről elmagyaráztuk, hogy miért nem erre gondoltam, amikor azt mondta, hogy a kidus érvénytelen. Maradt az ötödik. Melyik az ötödik? A rossz szagú bor. Bibai széma, leöj, lamni, miután meg gula. Báfá, gív, dávar, én nem bőmű szenez, kerem, nechámja. A filóhé, krivúdom, pösszeha, érceha, a jíszapa, necha. Mások szerint lehetséges, hogy nem csak a rossz szagú borról van szó, hanem visszatérünk még a nyitott borra. A nyitott bornál, ugye félünk attól, hogy belekerült a méreg, de ezt el lehet azzal kerülni, hogyha utána egy szűrőn át szűröm a bort. Mert a méreg azt gondolom valahogy így fennmarad a szűrőn. És ezért inni lehetne, a veszélyt nem jelent, de azt akarja mondani a Talmud, hogy mégsem elegáns ezt a kidusra használni, hiszen mit tanulunk? Mit tanulunk? Azt hiszem, hogy ez Malachi. Malachiás. Malachiás. Malachiás 1.8, igen. Aki azt mondja, hozzad közel a te bejáratodhoz, vajon akarnád, vagy elfogadná-e azt, szólt az örökkévaló. Magyarul, ugye az teljes mondat így szól. Hiszeg isun ivelesz baják én rá. Hogyha egy vakot hoztok áldozatként, az nem rossz. Ha pedig egy sántát, vagy egy beteget, nem rossz, az se. De mégis, azt ha odahoznád, akkor ezt elfogadnád te, urad? Magyarul, vannak dolgok, amik Oké, de mégse elegáns. Szerintem ugyanígy itt is. Lehet, hogy meg lehet inni azt a bort, ami esetleg méreg kerül, de átszűrted. De attól még az nem elegáns, hogy azt használd. És akkor itt is az nem elegáns, hogy azt kidusra használd. Oké. Baminilev kahanacha muara de rab sársia mirave. Hamarchi várjon mahu. Itt különben nekem is egy novum volt ez a ma reggel. Mert általában szokták kérdezni, sokan kérdezik, hogy amikor kidus csinálok, vagy áldást mondok egy pohár bor, ez lehet kidus, ez lehet a mondjuk az esküvőnél, a baldahin alatti áldás, bármilyen áldásmondás, havdala, akkor van-e különbség a fehér és a vörös bor között? És mindig tudtam, hogy szokták mondani, hogy a vörös bor jobb, de nem tudtam, hogy ennek van valami forrása, és ezért mondtam, hogy nincs jelentősége. És most tessék, itt van, hogy mégis valami kis jelentősége van. Miért? Ott igen, de ott tudtam, hogy azért, mert ott valahogy az a vért kapcsolódik. Ugyanígy, amikor a gyerek a brisznél, a körülmetélésnél. De itt most mondja, azt mondja, azt kérdezte Rav Kahana Ravától, hogy mi a fehér borra a helyzet? Szabad-e használni az áldásmondásra, vagy nem? Rasbám azt mondta, hogy itt nem a kidusról van szó, hanem a oltára öntésről. Ugye a kérdés nem a kidusra vonatkozott, az oltára öntésre. Oké. Okay. Bárhogy is legyen, mások nem ezt mondják. Például a Rabbeinu Gershom azt mondja, hogy a kidus vonatkozott egyaránt, vagy a kérdés az vonatkozott egyaránt az oltára és a kidusra. Mindenesetre mi a helyzet a fehér borral? Lehet használni, vagy sem? Amelej altire jáin kinyisz adem. Azt mondja, mi van írva? Ne nézd a bort, mert elvörösödik. Ugye? Ezt mondja a példabeszédek. Hogy fordítja ott? Ha a színét oda átadja a
bának, és simán lecsorog. Proverbs 23:31. Nem, nem, az a folytatás az idézetnek. Igen, látom. És azt hiszem, hogy különben ennek az, hogy ne nézz a borra, ha vörös, akkor erre azt mondja, mit látok ebből, hogy milyen az igazi bor, az a vörös bor, és ezért a fehér bor az nem előnyös. Igen. Miért úgy mondja, hogy nem néz rá, az azt jelenthetné, hogy valaki úgy érthetné, hogy ne is néz rá annyira. Értem, ezt mondja, amit mondasz. Ő is ez, az angol is ezt mondja. Csak én nem értem, hogy miért így fejezi ki magát. Mit jelent ott? Magában a példaveszélyen mit jelent ez a mondat? Altere jáin ki is adom, ki tembe kois einoi, is halek be misorim. Ha beleteszik a kupába szemét, nem színét, aki a szemét a kupába teszi, az egyenesen fog járni. Meg kell nézni, mert ennek van valami metaforikus. Amikor valaki a kupára néz, ha vörös bort iszik, akkor az gyorsan le fog folyni. Oké, szerintem különben az altéra, lehet, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne nézd, ne féld. Ne féld a bort, ha vörös. Ha valaki a kupába, a pohár aljára néz, gyorsan le fog folyni. Akkor mit jelent, hogy Salamon király itt a vörös bort dicséri? Azt mondja, a vörös bor az az igazi, azt gyorsan le lehet inni, azzal nincs semmi gond. Igen. Akkor ez mit jelent, hogy a vörös bor az a legelőnyösebb. De nem azt jelenti, hogy tilos. Ez nem azt jelenti, hogy fehér borral nem lehet csinálni. Csak ha ez dicséri, és Salamon, akkor ez szerint ez a legjobb minőségű bor. És megtiszteljük az oltárt is, meg a kidust is a legjobb minősége. Oké, itt az a kérdés merült föl, hogy ha egy nyitott üveghez hozzá egy tisztátlan ember, akkor tisztátlan ne válik. Itt van egy félreértés, amikor azt tisztázzuk ezt a félreértést. Egyrészt mi, amikor a nyitott borról beszéltünk, ott az egy teljesen más téma volt, az arról szólt, hogy éjszaka nem szabad semmit nyitva hagyni. Oké? Okay? Nincs is köze a borhoz, a narancslét sem. Tehát, hogyha van egy bontott nyadon narancslé, mindenképp rá kell csavarni a tetejét, vagy valamit le kell fedni. Miért nehogy jöjjön valami, és kártevő, és belemény. Oké, okay, de itt nem erről van szó. A bornál ma már nem annyira ismert ez a dolog, mert ma már mindjárt mondom, hogy miért nem, mert most a legtöbb bor az bevussal, de régen, ugye van egy előírás, hogy a bornál, mivel a bor, mitől lesz a bor kóser? Attól, hogy biztosak vagyunk benne, mivel a bor az egy szakrális ital, hogy biztosak vagyunk benne, hogy egy pálványimádó pogány nem használta pogány célra, pálványimádó célra. Sőt, de régen a pogányok olyan vallásosak voltak, akkor ránéztek csak egy borra, akkor már gondoltak, ez jó lesz annak a holdistennek, vagy tudom én, akkor az már eltréfizi a bort. És akkor ez már eltréfizte a bort. Mit csinál? A bort az csak zsidó készítse, és lássa, egészen addig, amíg egy elzárt palackba nem kerül. Oké? Okay? Palackba, hordóba, mit tudom én. Ezért, hogyha kinyitottunk egy üvegbort, és jön valaki, aki nem zsidó, vagy zsidó, de nem szombattartó, és megfogja azt az üvegbort, vagy ránéz, egészen addig, amíg a parunkba nem került. Ha már parunkba került, akkor már lemondott arról az önmáni. Akkor erre azt mondták, a bölcsek, az legyen, az nem kóser, eltréflézze a bort. Mert nem azért, mert ma is azt gondoljuk, hogy ő biztos arra gondol, hogy pogány, és mit tudom én. Ezért ma nem úgy hívjuk, hogy jain nesach, hogy elpogányisított bor, hanem stam jainam. Ez egy ilyen szokás, hogy az olyan bor, amit egy nem zsidó, vagy egy nem vallásos zsidó érintett meg, vagy látott, az eltréfliződik.
És ezért van az, hogy bizonyos boroknál, ugye mindenki tudta régen, hogy a zsiák, a kósersági felügyelő kell kinyissa a üveget, és ő kell kitöltse az embereknek a parrába. Most a látás itt nem probléma, az üveg az színes, tehát azt nem látja, de ő kell kinyissa, hogy nehogy egy nem zsidó, vagy egy nem vallásos zsidó nyissa ki. Ma a legtöbb bornál ez nem téma, mert a bor az mevusál. A mevusál azt jelenti, hogy szó szerint, hogy forralt, főzött bor, ami azt jelenti, hogy fölmelegített körülbelül 37-38 fokra a bort, az elveszti a kicsit a minőségét, és azt már senki nem fogja szakrális célra használni, ezért az már bármit lehet csinálni. És ezért ma a legtöbb kóser bor az már mevusál. Ezért mondják azt, hogy a kóser borok, a hozzáértők azt mondják, hogy a kóser borok nem ugyanaz a minőség, mint a nem kóser borok, mert amikor egy bort így felmelegítesz, az egy kicsit veszít a zamatából, az ízéből, de ma is vannak nagyon minőségű kóser borok, amik nem mevusál borok, nem főtt borok, de a legtöbb kidús bor az mevusál. És ott erre nem kell figyelni, hogy kinyitja ki a... Ezért, ha láttatok ilyet, hogy van ilyen különösen a szombati asztalnak a díszeként, hogy ilyen kis kabát boros üvegre, vagy egy ilyen ezüst ilyen tartó, amiben bele lehet tenni, és ez, az mind azért van, hogyha van az asztalnál egy nem vallásos zsidó, vagy egy nem zsidó, akkor az ne lássa. Ez egy ilyen szép hagyomány. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este a Sábesz kimenetele után folytatjuk. Mindenkinek jó szombatot.